nagyon fontos téma mindannyiunk számára, mégpedig a germán gyógytudomány 5 természettörvényének az elismerése. Ez képezi a 300 webkonferencia tudományos alapját. Mint tudjuk, Hammer doktor a Tübingeni Egyetemen folyamatosan kérte a felfedezésének a verifikációját, vagyis ellenőrzését, és hiába volt bírósági döntés arról, hogy az egyetem végezze el a verifikációt, a Tübingeni Egyetem nem végezte el ezt az ellenőrzést, vagyis nem volt hajlandó foglalkozni Hammer doktor felfedezésével, hiszen nem tudott semmi kifogást találni benne, ha foglalkozik vele, el kellett volna ismernie, hogy igaza van. De a Nagyszombati Egyetemen ez a csoda megtörtént 1998-ban, és a mai napnak a lényege és az előadásnak a lényege pontosan ennek az elismerésnek a bemutatása. Minden nap ünnep, amikor valamit el tudunk fogadni olyannak, amilyen. Amikor rádöbbenünk arra, hogy a világ is úgy tökéletes, ahogyan van, és ebben a világban mi is úgy vagyunk tökéletesek, ahogyan vagyunk. Akkor is, ha a gyakorlat sokszor ennek az ellenkezőjét próbálja bizonyítani. A germán gyógytudomány megismerése adja meg nekünk a megértést ahhoz, hogy megértsük az emberek viselkedését, és ebből adódóan kellő empátiával tudjuk elfogadni az emberek hát furcsa viselkedését. Amint azt tudjuk, Hammer doktor élete nem volt egy könnyű élet. Tragédiával fedezte fel Hammer doktor az 5 természettörvényt, mégpedig a 19 éves fiának az elvesztése, és az ebből következő heredaganat kialakulása volt az, ami Hammer doktort, mint már régóta praktizáló belgyógyász főorvost elgondolkodtatta azon, hogy kell legyen valami oka a daganat kialakulásának, és ezt fejtette meg a saját történetén keresztül. Ezt a mondatot nem véletlenül teszem ki újra és újra, és nem véletlenül szerepel a weblapnak a főoldalán is, hogy a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek írt a Hammer doktor, akiknek szívük és józan eszük van. Miért germán gyógytudomány? Azért, mert az új medicina elnevezés levéthetetlen volt, és közben egy csomó más új medicina jelent meg megtévesztésül, nem csak Németországban, Magyarországon is. És ahhoz, hogy Hammer doktor elhatárolódjon ezektől az új medicináktól, ezért nevezte át a tudományát germán gyógytudománynak. De akkor, amikor a felülvizsgálata történt a természettörvényeknek, akkor még új medicina néven futott a tudománya 1998-ban. Tehát orvosoknak és betegeknek szól, akiknek szívük és józan eszük van. Vagyis nem elegendő logikusan gondolkodni és logikusan megérteni mindazt, amit elmondok. Ha az érzelem, vagyis a szívünk hiányozni fog, a megértést nem fogja a megoldást követni. Amint azt tudjuk, az első természettörvény felfedezését Hammer doktor a 19 éves fiának, Dirk Hammernek az elvesztésének köszönheti. Ugye ez a fiatalember 78. augusztus 18-án a barátaival a Kávaló szigetén egy szórakozó helyre ment, csak hogy Dirk bent maradt a csónakba,
és nem volt kedve a barátaival szórakozni, ott aludt a kikötőben egy motorcsónakban, egy federes motorcsónakban. És éjjel 3-kor az olasz trónörökös, a szabolyai herceg két pisztolylövéssel halálosan megsebesíti, vagyis nem hal meg azonnal, hanem még 111 napon keresztül vigyilkómában, éberkómában szenved ez a 19 éves fiú. Hammer doktor mindent elkövet, hogy megmentse a fiát, de december 7-én, 78-ban meghal a fia a karjai között, és 2 hónap múlva már hereddaganatot diagnosztizál, kemó és sugárkezelést nem vállal be, viszont a műtétbe beleegyezik, majd a műtét után leírja, hogy pokoli kínok következtek. Igen, mert nem csak hereddaganat indult el nála, hanem a rengeteg övön aluli ütés, amit megélt, amiatt, mert a médiák mind a gyilkos pártjára álltak, egyszerűen érthetetlen volt számára. Ez a konfliktus egy újabb biológiai programot, egy hasártya programot indított el. Nos, ott tartunk, hogy mikor felgyógyul, és 98-ban, 2 év múlva már ismét beáll praktizálni, pedig a kollégáik 1% túlélési esélyt se jósoltak neki, akkor a nőgyógyászati rákklinikán megkérdezi a betegeket, hogy és az ő életükben, a daganat megjelenése előtt történt-e valami nagyon súlyos, váratlan, meglepetésszerű érzelmi megrázkódtatás, valami nagy félelem, valami olyan, amiről el se tudták volna képzelni, hogy megtörténhet, amit magányosan élt meg az illető, és sokáig benne maradt a konfliktusban. Nos, ez a 3 tényező az, ami a DHS-t, vagyis a Dirk-Hammer-szindrómát jellemzi. Dirk Hammerről, a fiáról nevezte el, tehát Hammer doktor, azt a 3 tényezőt, amelynek a fennállása esetén elindul az agyközvetítéssel egy szervi elváltozás a szervezetünkben. És mivel ez kivételt nem ismerő, kérlelhetetlenül szigorú törvény, ezért Hammer doktor a rák vastörvényének nevezte ezt a felismerését, ez az egyes számú biológiai természettörvény. Nos, a konfliktus pillanatában, amikor ezt megéljük, rögzülnek a körülmények, vagyis ezek a bizonyos sinek. Rögzítjük az minden érzékszervünkkel azt, amit a konfliktus pillanatában ők éppen rögzítettek, tehát az illatot, a páratartalmat, éppen hogy mit emésztek, mi van a levegőben, milyen pollen, milyen hangok, milyen színek, stb. Stb. Ezek a sínek nagyon fontosak, mert ezek fognak emlékeztetni, ha a konfliktus nincs feloldva, illetve az állatokat emlékezteti, hogy megint veszélyes helyen vannak, tehát ők innen azonnal elmennek. Az állatok nem tudják a félelmeiket tudatosan feloldani. Az emberi lény képes arra, hogy a félelmét feloldja. Tehát, amit itt rögtön meg kell jegyeznünk, hogy a rák nem egy rossz indulatú, nem egy ismeretlen folyamat a szervezetünkben, nem megölni akar, csak éppenséggel azt jelzi, hogy benne maradtunk egy konfliktusba túl sokáig. Csupán ennyit jelent a rák, és ahogy ezt kimondják valakinek, összeomlik, és talajvesztett lesz, azt érzi, hogy minden bizonytalanná válik, amit addig elképzelt az életéről. Természetes, hogy elkezd utána szédelegni, és nem tudja, hogy mitől. Itt egy értelmes biológiai különprogramról beszélünk, amit EBK-val rövidítünk. Miért? Mert mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. Nem ellenünk történik a rák, hanem értünk. Azért történik, mert benne maradtunk a konfliktusban. Tehát mi akkor a legfontosabb megoldási kulcs, és a legfontosabb, amivel megelőzhetek bármilyen betegséget, nem csak a daganatot. Az, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Ugye mindenki tudja, hogy ezt nem én találtam ki. De nem elég azt mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek.
Nem elég szóban mondani, hogy elengedtelek, kész, menj a fenébe, ne is lássalak. Ezek nem megoldások. Mivel a félelem egy érzelem, ezért érzelmileg kell ezt az egészet megoldani. Mégpedig úgy, hogy az egészet, a félelmet megfordítom. Vagyis a germán gyógytudomány ismeretével sikerül megértenem, hogy ami történt, miért történt. Lehet, hogy első pillanatban nem találom a megoldást, nem találom a magyarázatot. De ha megnyugodnánk, hogy az élet a magyarázatot úgy is meg fogja hozni rá, hogy ez épp miért történt. Akkor is, ha igazságtalannak, akkor is, ha elképzelhetetlennek gondoltuk, vagy fogjuk gondolni mindazt, ami ezúttal történik az életünkben. Ha félre tudnánk tenni, hogy oké, rendben, értem, és eljön az idő, amikor megértem. Akkor már nem lenne akkora nagy az a bizonyos konfliktus, nem alakulna ki egy hatalmas konfliktus tömeg, ami hatalmas szervi választ indítana el. Mert minél nagyobb az érzelmi megrázkódtatás, annál nagyobb lesz a szervi válasz is. Egyenesen arányos a kettő egymással. És nagyon jó lenne, ha ez az érzelmi megoldást minden este megtennénk. Vagyis megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással és hálával. Milyen érdekes, hogy az érzelmi megoldásnak is 5 lépése van, mint ahogy 5 természettörvény van. Lehet nem véletlen. Tehát aki valóban fel tudja oldani a konfliktusait minden este, annak garantálom, hogy semmilyen krónikus betegsége nem lesz, semmilyen daganata nem lesz. Lehet, hogy következő nap kicsit másként érzi magát, de ez 1 vagy 2 napon belül megoldódik. Semmilyen életveszélyes állapot nem tud kialakulni, ha feloldjuk minden nap este érzelmileg a konfliktusainkat. Az első természet törvénynek van viszont egy nagyon fontos üzenete, mégpedig az, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Soha nem fogja tudni elmondani se egy anyuka, se egy feleség, se egy férj, se egy jó barát, hogy az érintett betegnek mi a lelki problémája. Mindenki tudja, hogy mi történt, de azt, hogy ő ezt hogyan élte meg, ezt csak és kizárólag ő tudhatja, és ezt csak és kizárólag ő tudja érzelmileg feloldani. Ebben az érzelmi feloldásban tudunk segítséget adni azoknak, akiket ez érdekel. És Hammer doktor példája van itt jelen a tudományos táblázatból, ezzel érzékelteti, hogy a történet ugyanaz, a nő ágyban találja a férjét egy másik nővel, és ennek mi lesz a következménye? Hát ha egy szexuális frusztrációs konfliktust él meg, tehát miért másik nővel van az ágyban, miért nem velem? Teljesen jogos felháborodás, hogy van hölgyeim. Akkor ebből egy ményak program fog elindulni, hogyha nincsen lezárva, ha nincs megbeszélve, még aznap az egész történet, és nincs érzelmileg lezárva. Mert sinnen marad, férjével találkozik nap, mint nap, és ebből adódóan, míg ez nincsen teljes megértéssel, megbocsátással lezárva, addig ebből marad a ményak program. De ha egy központi önleértékelést él meg az illető, akkor mi lesz a következmény? Hát természetesen a személyiségben megélt önleértékelés a deréktájék, tehát ágyéki gerincoszlopnak az érintettségével jár, a nőiségben megélt önleértékelés a medence csontot fogja érinteni, a szexualitásban megélt önleértékelés legsúlyosabban a szimfizist, vagyis a szemérem csontot fogja érinteni.
Aztán, amikor már azt éli meg az illető, hogy benéz a szobába, és hát valami nagyon gusztustalan dolgot lát, mondjuk a nő egy prostituált, vagy éppen a férje egy másik férfival fajtalankodik az ágyban, hát akkor meg is ijed és meg is undorodik az egésztől, és erre elindul a hasnyálmirigynek a glukagon programja, vagyis vércukorszint csökkenést fog kiváltani ez az egész történet, hirtelen éhségérzetet, és a többi, és a többi. Lásd a cukorbetegségről szóló történetet. De lehet, hogy a hölgy számára az a legnagyobb probléma, hogy miért itt az én ágyamban, az én lakásomban, tehát az én fészkemben történik ez mind, meg miért nem tudnak elmenni egy harmadik helyre, és ez a területkijelölési konfliktus viszont húgyhólyag programot fog elindítani. De van az a helyzet, amikor a nő már nem szereti a férjét, neki is van már éppen valakije, benéz, nincs konfliktus, és nincs EBK, vagyis nincs betegség sem. Mindez nem azt jelenti, hogy be kell gyűjtenünk, drága hölgyeim, egy pótkettőt az életünkbe, egy pótmegoldást, hanem azt jelenti, hogy ha lezárjuk békével a napjainkat, akkor mindig és mindig megoldással leállítjuk egy hosszú biológiai programnak az elindulását. Na most ezek a programok, amik elindultak, ezeknek mind értelme van. Mi azért értelmes biológiai külön program, mert minden program, ami van, az a túlélést és a faj fenntartását szolgálja. A weblapomnak a kezdőlapját azért tettem ide, hogy emlékeztessek mindenkit arra a mondatra is, aminek tőlem származik, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Jó lenne ezt megérteni, hogy ez nem egy önvédelmi mondat, hanem egy nagy-nagy figyelmeztetés azok számára, akik meg akarják menteni a másik embert, csak hogy éppenséggel ez a másik ember erre nem kíváncsi. Tehát aki nem hajlandó megnézni a germán gyógytudomány menüpontból, a videók alatt, azt az előadást, ami rá vonatkozik, nem hajlandó megnézni a természettörvények felfedezését a józan ésszel, mert őt ez nem érdekli, mert ez humbug. Azzal nem kell foglalkozni. Értsük meg, ha nem tudja elfogadni mindazt, ami elhangzik, és ami bizonyítottan tudomány, akkor a tévhiteinek lesz kiszolgáltatva, a hibás tudásának, a félelmeinek, és ennek a következményeit mindenki maga fogja viselni. Akkor is, ha a legszeretettebb családtagunkról volna szó. Csak ezért hívom fel erre a figyelmet. A második természettörvényt, mint belgyógyász Vörös Hámer doktor, rövid időn belül felfedezi, és ez arról szól, hogy két fázisban zajlik minden értelmes biológiai különprogram. Vagyis az EBK a DHS-sel kezdődik, a konfliktus becsapódásával, és ez kiüti azt a harmóniát, amiben a szervezetünk működik. Nappal a szimpatikus, éjjel a paraszimpatikus idegrendszernek a túlműködése jellemző. Ez a két megnevezés az autonóm idegrendszernek a két végpontját jelöli, mert minden működéshez kell egy ingerlő, meg egy gátló tényező, és a belső szerveinket, az autonóm idegrendszer, szimpatikus és paraszimpatikus idegei ingerlik és gátolják, és nyilván, hogy a megfelelő szükségletnek fogják ezt alávetni. Mikor, hol tágulnak kerek, mikor, hol húzódnak össze belek, sima izmok, és a többi, és a többi. Hogyan emelkedik a vérnyomás, a pulzusszám, és a többi. Na most, amikor megtörténik egy olyan váratlan esemény, amiben benne ragadok, és zakatol az agyam tőle, éjjel se tudok aludni, felébredek álmomból, rémálmaim vannak,
Nincs étvágyam, lefogyok, mert nem tudok enni, mert nincs étvágyam, mert félelemben maradtam. Hiszen a konfliktusnak a lényege mindig a félelem. És ez a félelem hatására nyilván a túlélés szempontjából az én megélésemnek megfelelően elindítok egy túlélő programot. És a konfliktus aktív fázis kérdés, hogy meddig tart. Mert ez fogja meghatározni, hogy mennyit szenvedek a megoldás követő fázisban. Ez fogja meghatározni, hogy mekkora lesz a konfliktus tömeg, amit kék színnel van grafikusan bejelölve, hiszen hideg a kezem, hideg a lábam, és emelkedik a vérnyomásom, pulzusszámom, sőt, ha sokáig benne ülök ebbe a konfliktusba, akkor a stressz hormonok szintje is emelkedik. Mint a kortizon, de az elviselhetetlen stresszre az adrenalin szint fog emelkedni, mint mellékvese velőprogram. Tehát azért mondom, hogy a megélésemnek megfelelően reagál a szervezetem idegi és hormonális szinten egyaránt. A konfliktus megoldása, KM, itt mutattam, azt jelenti, hogy valami történt, valami megváltozott, lehet, hogy az élet hozott egy olyan változást, hogy elmúlt a félelmem, megváltozott a családi körülményem, a munkahelyem, vagy éppenséggel megbékéltem azzal az állapottal, amiben vagyok, de én azt ajánlom, hogy érzelmileg zárjuk le a konfliktusainkat. Amúgy az élet sok mindent megold a változó feltételek következtében. A KM tehát a konfliktus megoldása. Mi történik ezután? Nyilvánvaló, hogy most nem a szimpatikus, hanem a paraszimpatikus idegrendszernek a túlsúlya következik. Ez már piros színnel van jelölve, hiszen kimelegszik a kezem, kimelegszik a lábam, sőt, felmelegszik a testem, lázam lesz, fájdalmam lesz, duzzanat, pirosság, vagyis a rubor, tumor, kalor, dolor funkció léza, a gyulladás klasszikus meghatározása megjelenik az szervi szinten. A duzzanat az exudátum begyűjtése miatt lesz. Exudátum, vagyis a sejtek közötti állomány víztartalma fog megnövekedni szöveti szinten, de ugyanakkor agyi szinten is. És ez az, ami a CT-képen látszani fog. Látható itt az alsó CT-képen, látható egy másik hámerigóc a jobb oldali agyféltekében. Itt éppenséggel folyadékkal teli hámerigócot látunk. Az konfliktus aktív fázisban semmi más nem látunk, csak ilyen körkörös gyűrűket. Aki nem telefonon nézi, hanem mondjuk a televízióra köti, és szép nagy képernyőn látja ezeket a képeket, az tisztán látja körkörös gyűrűket, amik a konfliktus aktív fázisban jelennek meg, hogy miért és hogyan, ebben most nem megyek bele, készülő negyedik könyvemben kifejtem. A megoldás követő fázisban tehát vízgyűlöm alakul ki a megfelelő gócokban, és ez azt jelenti, hogy fejfájásom is lesz. Az epileptoid krízisben, kérem szépen, a víz kipréselődik a hámerigócból, és elmúlik a fejfájás. Viszont lesz mellette egy csomó egyéb tünetem. Az epileptoid krízisnek pontosan az a szerepe, hogy a hámerigóc, vagyis az irányító központ, vagy agyirelé, kinek hogy tetszik, ez legyen rendbeszedve. És ezen a képen itt alól pont azt látjuk, hogy elindult a folyadéknak a kiáramlása a hámerigózból, vagyis látjuk, hogy széli szinten már tisztul fel az ödém a hámerigózból. Tehát az agyi CT kép alapján is tudjuk, hogy hol tart az értelmes biológiai program, meg hát tudjuk a tünetek alapján is. És ez az lélek-agyszerv tengely, amin gondolkodunk,
Ez mindig megadja, ha az egyiket ismerem, hogy a másik kettő miről szól. Tehát ha tudom a tüneteket, akkor tudom az érzelmi megrázkódtatást, hogy hol van az agyban a koponya CT-n az a relé, ami érintett. Ha csak koponya CT-t látok, az ahhoz azért kell néhány alapvető tudás a betegről, például, hogy jobbkezes vagy balkezes, ugye, hogy férfi vagy nő. Tehát azzal, hogy elküldünk egy CT-képet, és mondja meg, hogy mi van rajta, meg lehet mondani, csak éppenséggel lesznek dolgok, amiben nem nyilatkozok, még egyéb kiegészítő információkat nem kapunk. A szervi szintű elváltozás, egy szövettani lelet pedig pontosan, ha száll pontosan megmondja, például, hogy emlődaganatban duktuszkarcinóma van, mint elválasztási konfliktus, vagy adenokarcinóma, ami már egy vita veszekedés, vagy egy aggódásnak a következménye. Tehát lélek, agy, szerv, tengelyen gondolkodunk, és ez a fajta gondolkodás, kérem szépen, megint csak ugyanazt tudom mutatni, egy paradigmaváltás a medicinában, egy 180 fokos fordulat, amikor nem feltételezéseken áll a diagnózis, nem feltételes módban fogalmazunk, hanem konkrét, kijelentő módban. Az epileptoid krízisben nagyon komoly tünetek is léphetnek fel, amint említettem, egészen a szívmegállásig sok minden. Görcsök, vérzések, fulladások, szaporas szívverés, szívmegállás, stb. A tünetek hevessége nyilván, hogy attól fog függeni, hogy mennyit ültem a konfliktus aktív fázisban. Tehát mi a legnagyobb, legfontosabb megoldás? Nem újjék el nap a te haragoddal. Amikor a nehezén túl vagyunk az epileptoid krízisen, jön még a hegesedési fázis. Amikor megint kimelegszik kezem, lábam, mert megint a paraszimpatikus idegrendszer hatása alá kerülök, iszonyúan fáradtnak érzem magam. De ez tényleg olyan fáradtság, hogy még az ágyban való megfordulás is nehézséget okoz. Amikor ilyen iszonyú fáradtságnak vagyunk a részesei, akkor nagyon jó, ha van valaki mellettünk, aki szintén tudja, hogy mi zajlik, aki tartja a lelket a betegben, és nem károk, hogy gyorsan mentőt kell hívni, mert. A hegesedési fázisban a betegnek már jó az étvágya, és jó a hangulata is. Csak ez a nagy fáradtság ne lenne. Most kérem szépen, ez pont ahhoz szükséges, hogy megerősödjenek azok a szövetek, amelyeket mi, hát hogy is mondjam, egy kicsit átalakítottunk a DHS után, ki tudja mennyi időn keresztül. Ha minden rendben történik, akkor eljutunk a végéhez, vagyis eljutunk a teljes gyógyuláshoz. Ez egy nagyon lényeges kérdés. És az, hogy mikor jutunk el ide, hogy mikor gyógyulok már meg, az attól is függ, hogy hányszor akasztom el a gyógyulás folyamatát, de ezekről külön ábrát fogok mutatni. Nyilván az is függ, hogy mennyit ültem a konfliktus aktív fázisba. De a jó hírem az, ha valaki 20 évig cukorbeteg volt, nem 20 év múlva lesz rendben a vércukorszintje, hanem maximum 20 hónap alatt. Persze ehhez némi megoldásról tudni kell, hogy hogyan változzak és változtassak az önmagamról és a világról alkotott elképzeléseimre. A Hammer iránytű alatt látjuk, hogy mi történik szervi szinten a testünkben. Ezt írja le a harmadik természettörvény, amire Hammer doktor az egyetfejlődés, vagyis az embriológia kutatásával írt rá. Ez egy olyan tudomány, ami konkrétum, le van írva. Japánban is úgy írták le, mint Bécsben vagy Budapesten. Mindenütt megnézték az embriót, egyhetes, kéthetes, háromhetes, még ebben könyv van róla, vizsgáztunk belőle,
Itt nincs mellébeszélés. Kérem szépen, az, hogy sejtekből vagyunk felépítve, és ezek a sejtek működnek. Gondolom, ezzel mindenki egyet tud érteni. Mert minden, ami él, azt sejtek építik fel. És ameddig élünk, addig ezek működnek. Mit tudunk tehát tenni a túlélésért? Vagy a sejtek számát növeljük, így van, vagy a sejtek számát csökkentjük, vagy a működésüket fogjuk blokkolni a konfliktus aktív fázisban. Vajon mi fog történni akkor a megoldás követő fázisban? Hát ennek a fordítottja. A felesleges sejteket lebontom, a hiányzókat visszaépítem, és a működést helyreállítom. Ez annyira egyszerű, hogy hihetetlen. Így van. Pláne annak, akinek a feje már tele van mindenféle továbbképzéssel, mert a 250 kreditpontot 5 évente meg kell szerezni minden orvosnak. Szóval ezek az életfogytig tartó tanítások, képzések arról szólnak, hogy nehogy időnk maradjon arra, hogy esetleg másnak is utána nézünk, mint amiben benne vagyunk. Az egyetfejlődésről, a gyógyulásunkhoz nem kell részleteket tudnunk. Annyit gondolom mindenki tud, hogy nem a gólya hozta, hanem apunak meg anyunak a ivarsejtjéből jött létre minden sejtünk, minden szövetünk. A szövet azt jelenti, hogy azonos sejteknek a csoportosulása. Tehát amikor a fejlődésnek eljutunk arra a szintjére, hogy kialakul egy szedercsíra állapot, mint egy szeder vagy egy málna, és ott még minden sejt egyforma. Ez az az állapot, ami megérkezik a megtermékenyítés helyéről, a külső a harmadából, a petevezeték külső harmadából a mély üregbe. Beérkezett a szedercsíra állapot, és mielőtt megtörténne a beágyazódás, ez kérem szépen, amint itt látjuk, három csíra lemezé alakul át, rétegeződik, vagy ha jobban tetszik, differenciálódik. Belül látjuk a sárga színnel jelzett belső csíra lemezt, vagy endodermát. Kívül látjuk a piros színnel jelzett ektodermát. És középen a narancssárga színnel jelzett mezodermát, vagy középső csíra lemezt. Három csíra lemez. A nyilak arra utalnak, hogy adott csiralemez sejtjeiből csak bizonyos sejtek, szövetek tudnak kialakulni. Például a külső csiralemezből látjuk, hogy alakul ki a külső bőrünk. Tehát minden az utolsó sejt is, ami kívülről borítja a szervezetünket, az a külső csiralemezből alakult ki. Ezt pedig az agykéreg vezérli. Ezt is piros színnel látjuk. Itt van a nyílirányú metszetben, és itt van a koponyalappal párhuzamosan készült képen. Nem megyek további részletekbe, mert mondom, a gyógyuláshoz csupán annyit kellene tudnunk, hogy hogyan zárjuk le érzelmileg mindazt, amit érzelmileg megértünk. Viszont ahhoz, hogy megértsük, hogy itt komoly tudományról van szó, ahhoz nem felesleges tudnunk a három csiralemezről, hiszen itt a táblázatban is a külön programok a csiralemezeknek megfelelően jelentkeznek, ezt még majd elmondom. A harmadik természet törvénye szinte egy időben fedezi fel Hammer doktor a negyedik természet törvényt, mert nem csak az embriológiát, hanem a magatartás tudományt is kutatja. És a negyedik természet törvényben leírja, hogy a mikrobák, a bennünk élő mikrobák, tehát mikroszkóppal megfigyelhető élőlények, ezek a csíralemezeknek megfelelően segítenek nekünk a gyógyulásban. Ez jelenti, hogy ontogenetikai vagy egyetfejlődési rendszere. Mit jelent ez? Itt látjuk a gombákat. A gombáknak a hatása
Vajon mi lesz? A gomba, itt most beixelem, az agytörzsi programokban fog segíteni. Mégpedig a megoldást követő fázisban segít elbontani a feleslegessé vált sejteket, ne felejtjük, a természetben is a gombák azok, akik a elkorhat fákat szétbontják. Második képen itt látjuk a baktérium, a gombabaktériumokat. A gombabaktériumok vagy TBC baktériumok kisagyi vezérlésre fognak segíteni szintén abban, hogy elbontsák a sejteket, a felesleges sejteket a kisagy által irányított programokban. A zöld színnel jelzett baktériumok az agyvelői programoknál segítenek visszaépíteni a hiányzó sejteket, mert itt ugye először bontottunk, és utána építünk. A vírusok pedig az agykéreg által vezérelt programokban segítenek nekünk a sejteknek a visszaépítésében. Amikor a működésnek a blokkolása vagy helyreállítása történik, ott nem vesznek részt mikrobák a gyógyulásban. Ennyire egyszerű az egész. Csak hogy Louis Pasteur ezeket a mikrobákat kinevezte ellenségnek. Aztán a halálos ágyán beismerte, hogy nem éppen úgy van, ahogy mondta, de hát megfizették, hogy azt mondja, amit éppen kijelentett, és azzal, hogy mit mondott a halálos ágyán, a tudomány már nem foglalkozik. Hát mert doktor viszont foglalkozik vele, hogy ezek a mikroorganizmusok nem az ellenségeink, hanem a segédeink. És akkor miért van az, hogy elszaporodnak a gombák? Hát azért, mert túl sokat ültem a konfliktus aktív fázisban, túl nagy az a szövet mennyiség, amit a gombáknak el kell bontani. Logikus, nem? Úgyhogy, ha valakinek vírusos fertőzése idézőjelben van, például hepatitis C, azt jelenti, hogy le kellene zárnia végre a bosszankodását, mert egy függő gyógyulásban szenved. A függő gyógyulás az a le nem zárt konfliktust jelenti. Tehát természetévé vált az embernek, hogy mindenen bosszankodik. És ezért a története vagy naponta megtörténik, de közben elelakad, vagy hetente kétszer mondjuk, és akkor policiklikus a lefolyás, tehát visszatérő recidivákról beszélek. Van olyan, amikor nem oldjuk meg a konfliktust, mert gyűlölködök egy életen át. És nem vagyok hajlandó megbocsátani. Ez a negatív érzés vajon kire fog hatni? Arra, aki felé én ezt sugárzom, vagy én rám, aki ezt az érzést létrehozta? Szóval hiába mutogatok én bárkire, mert ha három új még visszamutat rám, jobb lenne a bűnbak szerepből kimászni, még akkor is, ha önmagunkat hibáztatjuk bizonyos dolgokért. Ez a három variáció az, ami a krónikus betegségeket biztosítja számukra. Nagyon lényeges megérteni, mert ezeknek a elakadt gyógyulásoknak megfelelően fognak kialakulni hát különböző klinikai formák, megjelenések, tünetek, és persze ezeknek a medicinában mind-mind külön elnevezésük van, és amikor már autoimmunnak neveznek valamit, akkor az már egy kicsit meredek dolog, mert a szervezet nem önmaga ellen dolgozik, hanem a túlélésért dolgozik, csak hogy nem arra lett kitalálva, hogy mi benne ragadjunk egy konfliktusban. Egyetlen vadállatnak sincs bent ragadt konfliktusa, csak rögzített konfliktusa van. És ha sínre kerül, akkor tudja, hogy mi a dolga. De nem foglalkozik azzal, ha menekülőre vették a nyulak, hogy a róka éppen hány nyuszit fogott meg a káposztaföldön. Mindenki örül, ha megúszta. És kész. Nem esnek depresszióba. Szóval nagyon lényeges lenne, ismételten mondom, békével lezárni a napjainkat. Ha le se zárom, ugye kérdés, hogy itt mikor fogom lezárni a napom, békével.
akkor mi van? Lesz egy hatalmas szövetszaporulat, amit már lehet, hogy műtétileg kell megoldani. Ami már maga a szövetszaporulat okoz egy komplikációt. Lehet, hogy lesz egy hatalmas kráter, és ez okoz olyan komplikációt, vérzést, hogy muszáj műtőbe rohanni vele. Vagy egy állandó működés változás következtében valaki lebénult, és még mindig béna. Tehát jó lenne megértenünk, hogy mennyire fontos lenne a napjainkat békével lezárni. És a ötödik természettörvény, amit 94-ben fedezett fel Hammer doktor, a lényeg megértésének a törvénye. Ez hihetetlen egyszerű, a szemünk előtt van, nézzük, de nem látjuk a lényeget. Hisz minden, ami él, az élni akar. Megértettük? Minden élőlény minden nap, minden pillanatban a túléléseért küzd, és a faj fenntartásáért. Tehát mi a legnagyobb félelme? A haláltól és a faj kipusztulásától való félelem. Kérem szépen, az ember, mint biológiai lény, erre a két félelemre építi fel az összes félelmét. Akkor is, ha azt mondom, hogy bosszankodás, önleértékelés, vagy magányosság, vagy meg nem értettség, vagy elválasztási konfliktus, teljesen mindegy, vagy nem akarom látni. Mindegyiknek a végén ez az alapvető félelem áll. Viszont az, amit a szervezetünk megtesz, ennek megoldásáért az a túlélésünket biztosítja. Hát kérem szépen, ez egyszerűen csodálatos, és akkor nézzük meg, hogy milyen konfliktus típusokról beszélünk. Mert hát új fogalmakat kell megértenünk, amikor a konfliktus típusokat magyarázom. Rögtön az agytörzsi programoknál, amelyek ugye a táblázatnak az első oszlopában, a sárga oszlopban foglalnak helyet, a konfliktusokat Hammer doktor elnevezte falat konfliktusoknak. Vajon miért? Mert ezek a konfliktusok rólunk szólnak, vagyis az egyénről. Vagyis azokról a dolgokról, amelyek a létezés feltételeit biztosítják. Mi kell a létezésünkhöz, hogy életben maradjunk? Nem nyugdíj kell, nem a szülőknek, vagy a házastársnak, vagy a gyerekeknek, vagy az unokáknak a közelsége, hanem levegő, víz, táplálék, fény és hang. Már megint ötnél tartok. Levegő, fény és hang ingyen van mindenkinek. Vízhez is hozzájuthatunk. És azért a kicsi táplálékért talán nem kellene gyilkolnunk egymást. De amikor a létezés feltételeinek a hiányát éljük meg, amit létkonfliktusnak nevezünk, ami egy menekültségérzés, akik most menekülnek a háború elől, ezt élik meg. Veszélyben a létezésük, menekülniük kell. De ugyanez ugyanazt a biológiai programot indítja el az is, a magányosnak, elszigeteltnek, kirekesztetnek érzem magam. És ez az, ami a víz visszatartásához vezet. És ez az, ami megöl minket. Bármilyen programot futtattunk a szervezetünkben, ha ezt beletettük, ott megpecsételődik a sorsunk. A kisagy által vezérelt programokat ugye támadás, bemocskoltság és gondozási konfliktusok képezik. Na most a támadási konfliktusoknál már is szóval kell tenni, hogy vélt vagy valós támadások. Vélt vagy valós bemocskoltságok. Elcsúfítottság. Mert elég, ha a csúnya dolgokat mondanak rólam. Elég, ha valami szennyes dolgot borítottak a fejemre.
valós vagy átvitt értelemben. Szóval ezek a dolgok a kisagy által fognak elindítani túlélő programokat, és az írhának, illetve járulékainak a szaporodásával indul a program. Az agyunk nem tud különbséget tenni valóságállom és illúzió között. És ez egy nagyon fontos információ. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy mi a valóság, hogy mi az álom, és mi az illúzió, akkor rádöbbenünk arra, hogy illúzió világban élünk. Nem a valóságban. Nem vagyunk jelen az életünkben. Hol a múltbeli dolgokkal foglalkozunk, hol a jövőtől félünk. És a biológiám most reagál rá. Nem jövőre fog reagálni arra, amitől félek, hogy jövőre meg fog történni. Most reagál rá. A biológia számára az idő nem létezik, csak a pillanat. Az állatok számára is csak a pillanat létezik. És ők mindig a pillanatot oldják meg. Na ezért nem lesz a vadállatoknak krónikus betegsége. A gondozási konfliktusok azok, amelyek a meldaganatok túlnyomó részét képezik. Vagyis a túlzásba vitatkozás. Van még a vita veszekedés és az elválasztási konfliktus is, ami szintén meldaganatot okoz, de az elválasztási konfliktust már az agykéreg vezérli. A narancssárga oszlopnak az alsó részén találjuk az agy velő által, vagy fehér állomány szürke magvai által vezérelt programokat, és ezek az önleértékelésről szólnak, ami önpusztítást indít sejt szinten. Tehát itt mindig először bontok, majd a megoldásba visszaépítem a hiányzó sejteket fájdalommal. Az érzésnek a súlyossága, az ereje meghatározza, hogy milyen szöveteket bontok, a legsúlyosabb önleértékelés a csontot, a legenyhébből leértékelés a kötőszövetet, zsírszövetet sorvasztja. Viszont az önleértékelés témája meghatározza azt, hogy a testemnek melyik részét fogom lebontani. Csak néhány példa. A személyiségemben megélt önleértékelés mindig a derekamat fogja bontani. Ha nem bírok valamit elviselni, képtelen vagyok elviselni az anyósom mosolyát, akkor jobbkezesként a jobboldali csípőizületemet bontom fájdalommentesen, és ha megoldódik a konfliktus, vagy az élet megoldja, ugye, akkor elkezd fájni a csípőizületem. Az igazságtalanság mindig a nyakunkat fogja érinteni. Erről külön webkonferenciát találunk, illetve a testünk önleértékelési térképe egy külön előadás. Az agykéreg által vezérelt programok, azok a harmadik oszlopban, a piros mezőben találhatóak, és itt húzok egy elválasztó vonalat, mert felül találjuk az elválasztási konfliktusokat, a birtok és birtokzónán kívüli konfliktusokat, a vonal alatt pedig találjuk a működésváltozásokat. Vagyis ahol nem bontok, nem építek sejtet, hanem blokkolom a sejt működését, megoldáskor pedig a blokkot feloldva helyreáll a működés. Sejt szinten itt is először bontok, akár birtokkonfliktusról, akár elválasztási konfliktusról van szó. Kérem szépen részleteket a weblapon bőven találunk minden, de minden témában. Ezeket a fogalmakat, hogy falat konfliktus meg önleértékelés, meg birtok konfliktusok, ezeket jó lenne átvinni a köztudatba. És jó lenne ezekre odafigyelni, mert a konfliktus aktív fázisban többnyire nincsenek tünetek. A megoldás követő fázisban szenvedni fogunk a gyógyulás során. Vagyis a fájdalom az egyenlő gyógyulás. Hogy miért élünk meg konfliktusokat, és hogyan tehetnénk feleslegessé,
Akit érdekel, erről is talál előadást a weblapon. Harmer doktor téziseit 98-ban végre elismerték. Mint említettem, a Tübingeni Egyetem nem volt hajlandó foglalkozni a Harmer doktor felfedezésével, hiába kötelezte rá bírósági határozat. A Nagyszombati Egyetemen viszont igazolták Harmer doktornak a téziseit, igazolták az öt természettörvényt, de mégse ez az, ami meghatározza a gondolkozásunkat, mert ha ezt bevetették volna már, akkor teljesen át kellett volna írni a medicinát. Miről szól ez az igazolás? 1998. szeptember 8-án és 9-én a Bratislavai Szent Erzsébet Onkológiai Intézetben és Trnavai Kórház Onkológiai Osztályán a Trnavai Egyetem rektor helyettese, az ápolástani és társadalomtudományi tanszék dékánja, 10 docens és professzor jelenlétében közösen megvizsgáltuk 7 beteg esetét, összességében több mint 20 különböző megbetegedést. Az esetekről dr. Harmer által készített orvosi jegyzőkönyvek ezen okirat mellékletében megtalálható. Mindennek célja annak a megvizsgálása, hogy a természettudományos szabályok szerint bizonyítható-e a rendszer megismételhetősége, vagyis reprodukálhatósága. Ez az eset áll fenn. Vagyis ezt bebizonyították. Hogy mindaz, amit Harmer doktor állít, az reprodukálható, és ami reprodukálható, az tudomány. Folytatom. Az új medicina szabályai szerint minden egyes betegségről körülbelül 100 tény kérdezhető le. A hiányos vizsgálati leletek miatt ugyan nem állt módunkban mindezeket hiánytalanul megvizsgálni, de a megállapított tények arra világítottak rá, hogy az új medicina összes természeti törvénye teljesül. Mint említettem, akkor még új medicinának nevezték a germán gyógytudományt. Az aláírók ezért biztonsággal állítják, hogy a két felülvizsgálati konferencián bemutatott rendszer nagy valószínűség szerint igaznak bizonyul. Nagyra becsüljük dr. Harmer a betegekkel szembeni emberi, etikus és türelmes elkötelezettségét és a betegekhez való újfajta közelítését. Mindezen tényezők figyelembe vételével azt a benyomást szereztük, hogy az új medicina alkalmazásának kérdését a lehető legsürgősebben napirendre kellene tűzni. Törnával 98. szeptember 11. Professzor Pogádi a pszichiátria professzora, a bizottság elnöke, professzor Róméri az egyetemi kar dékánya, és docens Mikloskó a kutatás alelnöke. Ez olvasható ezen az igazoláson. Aki a rendszerben dolgozik, az tudja jól, hogy a rendszer hogy működik. A protokollokat a gyógyszeripar találja ki, és annak betartása úgymond kötelező, ha valaki eltér a protokoll mellett, azt nagyon komolyan bizonyítania, igazolnia kell, hogy azt miért teszi, milyen megfontolásból. Van már webkonferencia arról, hogy mit mondott a pszichiáter Harmer doktorról, tessenek megnézni, de hogy mit mond Harmer doktor a Trnavai Egyetemen. Hát azt kérem szépen tessenek megnézni ebben a videóban, ami most következik. Nem fogom most kommentálni, de olvasható lesz kétszer is a szöveg. Sehen Sie mal, Sie sagen, wenn Sie gegen die Schulmedizin sind, warum kommen Sie hier an eine Fakultät? Hat die Schulmedizin ein Monopol hier an der Fakultät? Was ist denn überhaupt Schulmedizin? Ein Sumsurium von 5000 Hypothesen und da bildet sich ein, das Monopol zu haben. Ich komme als Wissenschaftler hierhin und nicht als einer, der den Katechismus auswendig gelernt hat
und Ihnen Ihren Schulmedizin-Katechismus auswendig hersagen. Den kenne ich sowieso. Ich habe nach 15 Jahren Uniklinik-Erfahrung, kenne ich den. Ich weiß auch das, was Sie wissen, weiß ich auch. Aber ich komme hierher als Wissenschaftler und möchte Ihnen wissenschaftliche Beweise bringen. Naturgesetze, die haben wir bewiesen. Wir haben ja 7 Fälle, an nächstbeste Fälle untersucht hier und haben festgestellt, ja, das stimmt. Das stimmt einfach. Das heißt, ich will ja gar nicht Sie irgendwie glaubensmäßig überzeugen, sondern ich will Sie als Wissenschaftler überzeugen. Durch Reproduzierung am nächstbesten Fall, wie das in der Naturwissenschaft auf der ganzen Welt üblich ist. Und da gibt es keine Schulmedizin oder Nicht-Schulmedizin. Hic Rhodos, Hic Salta, das ist das, die Reproduzierung und das ist die Verifikation. Und basta. Dann muss, eins ist dann falsch, gut. Und was falsch ist, muss ein guter Verlierer sein. Für die Patienten müssen wir alles tun, um zu sagen, Moment, stopp, dann ist das Verkehrtwesen. Was machen wir, damit die Patienten in den Genuss dieser Sache kommen? Das ist meine Meinung. Es darf kein Glaubenskrieg sein. Es muss ein redliches Bemühen, ein fairer Kampf der Wissenschaft sein. Dafür sind wir an einer Universität. Sehen Sie mal, Sie sagen, wenn Sie gegen die Schulmedizin sind, warum kommen Sie hier an eine Hypothese? Was ist denn überhaupt Schulmedizin? Ein Sammelsurium von 5000 Hypothesen. Und das bildet sich ein, das Monopol zu haben. Ich komme als Wissenschaftler hierhin und nicht als einer, der den Katechismus auswendig gelernt hat und Ihnen Ihren Schulmedizin-Katechismus auswendig hersagen. Den kenne ich sowieso. Ich habe nach 15 Jahren Uniklinik Erfahrung, kenne ich den. Ich weiß auch das, was Sie wissen, weiß ich auch. Aber ich komme hierher als Wissenschaftler und möchte Ihnen wissenschaftliche Beweise bringen. Naturgesetze, die haben wir bewiesen, wir haben ja 7 Fälle, an nächstbeste Fälle untersucht hier und haben festgestellt, ja, das stimmt einfach. Das heißt, ich will ja gar nicht Sie irgendwie glaubensmäßig überzeugen, sondern ich will Sie als Wissenschaftler überzeugen. Durch Reproduzierung am nächstbesten Fall, wie das in der Naturwissenschaft auf der ganzen Welt üblich ist. Und da gibt es keine Schulmedizin oder Nicht-Schulmedizin. Hic Rhodos, Hic Salta, das ist die Reproduzierung und das ist die Verifikation. Und basta. Dann muss, eins ist dann falsch, gut. Und was? Und was falsch ist, muss ein guter Verlierer sein. Für die Patienten müssen wir alles tun, um zu sagen, Moment, stopp, dann ist das Verkehrtwesen. Was machen wir, damit die Patienten in den Genuss dieser Sache kommen? Das ist meine Meinung. Es darf kein Glaubenskrieg sein. Es muss ein redliches Bemühen, ein fairer Kampf der Wissenschaft sein. Dafür sind wir an einer Universität. Azt hiszem, hogy nem kell külön kommentálni mindazt, amit Hammer doktor itt elmondott 98-ban. Láthattuk, hogy a kollégák mélyen sunyogtak és hallgattak. Megdöbbentek azon, hogy Hammer doktornak igaza van. Senki nem tudott semmit mondani az ellen, amit ő állított. Sőt, csodálták azt a módszert, ahogy a nő türelmesen a betegekkel szóba állt. Teljesen más megközelítéssel,
mint ahogy azt az egyetemen tanították. Ezt szerettem volna bemutatni, hogy lássuk, hogy annak ellenére, hogy a Tübingen Egyetem nem volt hajlandó foglalkozni azzal, hogy bizonyítsa Hammer doktor téziseit, a Nagyszombat Egyetem ezt mégis megtette. Nagyon érdekes ez az egész történet, és Hammer doktornak mégis egy nagy-nagy megnyugvást adott, hogy legalább egyetemi szinten valahol elismerték az ő felfedezését. Föl lehet tenni a kérdést, hogy tudományos szaklapok ezt miért nem közlik? Ne tessék már nevettetni. Hát a tudományosnak nevezett szaklapokban annyi tudománytalanság van, hogy elképesztő. Akit érdekel, a weblapnak a tudástárjában talál orvosi szaklapból aggasztó cikket, ami pont arról szól, hogy a reprodukálhatóság veszélyben van. Tehát nem veszük komolyan a tudományosságnak a feltételrendszerét. A továbbiakban én gondolom mindenki egyet tud érteni azzal, hogy a betegségek, azok, amit mi betegségeknek nevezünk, azok valójában értelmes biológiai külön programok. És nem lesz egyikből a másik. Nem lesznek áttétek. Csupán kérdés, hány biológiai programot indítok el egyetlen konfliktusra? Ha elég intelligens vagyok, legalább 5. És amikor elkezdek gyógyulni belőle, akkor a tünetek fogják megmutatni, hogy te jó Isten, hányfajta megélésem volt. Tehát nagyon lényeges, hogy itt egy DHS-re egy tünet esik. Ha 10 tünetem van, akkor 10 megélésem volt. Ha meghalmozom a konfliktusokat, akkor megváltozik a viselkedés, mert a két szemben lévő agyi relé egy azonos agyi szinten viselkedés változáshoz, hangulati változáshoz fog vezetni. Tehát mivel kell foglalkozzunk? A valós tényekkel, a valós okoknak a feloldásával, és ez pedig érzelmi konfliktusok feltárását jelenti. A germán gyógytudomány tehát tényleg tudomány, amint láthattuk, reprodukálható. Innentől kezdve nincs miről vitatkozni. Csak hogy. Hiába tudomány, a germán gyógytudomány, ha én nem oldom fel érzelmileg, mindazt, amit érzelmileg elindítottam, akkor szenvedni fogok tudományosan tovább. Megköszönöm mindenkinek a figyelmét.